Sziasztok, itt újra vidéki srác, egy újabb videó, reakció videó. Nagyon elegem lett ebből a tetűládából, mert nem tudok már szépet mondani rá, mert nem is lehet szépen mondani rá. Ugye minden sztár szereti hallatni magát, fölkapaszkodni valamibe, hogy hallhassunk róla, meg ilyenek, meg stb. Stb. Na, Sobert Norbertről van szó, erről a faszkalapról, mert nem tudok szebben beszélni róla. Lássuk a videót, mert szerintem azt már mindenki látta, és ugye terjed, mint egy futótűz. Sziasztok, mindenkit köszöntök ezen a nagyon-nagyon szép, Szevasz, én nem köszöntelek, igen. kicsit hűvös, kicsit borús vasárnap délután, és arra Hogyne. azért vagyok itt, hogy kicsit beszélgessünk, kicsit filozófáljunk az egészséges Filozófálni, életmódról, nyárat az áprilisi filozófálni. termékekről, illetve arról, hogy a test és a boldogság Test és az boldogság. hogyan függ Ezt össze. test és Kicsit boldogsággal. várom, hogy megérkezzetek, mert szeretném látni a kérdéseket is, amiket írtok hozzám, úgyhogy én ezekre is szeretnék válaszolni. A következő, hogy 10 perc áll rendelkezésünkre, mert épp a családomat hiszem ebédelni, De jó, eszünk hogy egy nagyon megszapadod, finom hogy hány sztéket, percünk van. és benóttal a sajttal És bizony, ki a faszt érdekelt, hogy hová egy szénhidrát mentek? pont értékben, és iszunk hozzá Szénhidrát, egy egy finom szénhidrát pont anyádat szénakolát, és kész. érdekel, Na hogy de milyen mindegy, most ugye szénhidrát fölkészülünk pontokról az ebédre, beszélsz. szóval beszéljük arról, hogy test és Más boldogság. kis boldogság. Tudjátok, az igazság, hogy amikor én kövér gyerek voltam, abban a 100 kilós testben abszolút nem voltam boldog, Maradtál is mert volna ahányszor kövér. tükörbe kellett nézzek, felöltözve, levetkőzve, reggel, este, mindig undorodtam attól, ahogy kinézek, és minden mozdulat Szerintem most is lehet undorodni nehéz volt. tőled. És nagyon sokszor azt látom körülöttem élők közül, hogy például a legtöbb házasság egyébként emiatt megy tönkre. Persze, Mert mert te már csak tudod, hogy mi miatt megy tönkre egy házasság, nem? Persze, csak is ez miatt megy tönkre, hogy valaki túlsúlyos. Vagy dagadt, nem? Ezzel azt mondod, hülye gyerek. csinos nő hozzámegy a csinos férfihoz, szerelem van. És ugye a szerelemnél tulajdonképpen a nők számára sok esetben ugye a lelki szeretet is elég, meg a türelem a szexhez. De nálunk férfiaknál minden, mindig ez vágyból indul, ez Persze. testi vágy. Mert mi Tehát nem szerethetjük a nagyon nőt, nagy nem? hazugság, amikor egy férfi azt mondja, hogy ő szeretet. Nagyon nagy hazugság, ha a férfi azt mondja. Mi van, mi férfiak hazudunk, vagy mi a faszom veled? Akkor te is hazudsz, köcsög. Idióta, Szívből gyökér, talál állat. meg egy nőt. Nem, nem, ő a nő külsejét kívánja meg. Tehát még egy Ja, mert nő mi a meg tud belsőt kívánni a sose férfinek a szerethetjük meg. Akkor belsőjét, te mint miért egyébként szereted meg a rékát? addig Az a úgy néz ki, mint férfiaknál egy faszi. külső, és sajnos a nők többsége a szülésnél cseszi el. Ott cseszi el, mert úgy gondolja, hogy Ja, hogy akkor ne is szüljön gyereket, mi? értéket adott a férfinek, a családnak, Értéket, és tényleg igenis. adott értéket, csak Ugyanúgy az elfogadjuk a nőt, ahogy van születés a szül akkor is, ha nem szül akkor is. Tök mindegy, hogy néz ki, úgy szeretjük a nőt, ahogy kell, ahogy szeretjük. És nem az, hogy testileg, csak testileg vágyunk rá, meg ilyenek. Könyörgöm, idióta, hol élsz te? férfi szexualitás ezt az értéket nem tudja értékelni. És amikor a 58 kilós nő helyett a 78 kilós vagy 88 kilós hölgy érkezik meg döngő léptekkel a hálószobába, Döngő bizony léptekkel. a férfiak számára a kínszenvedés. Egy darabig. Mi a kínszenvedés? Legalább valamit rajta fogni, te idióta, elmebeteg állat, te! Kamagra, meg a nem tudom. Én nem szeretek csontkollekciókat, mint egyesek. Igen, rólad beszélünk, te faszkalap. Pornófilmnézés, de nem tudja megkívánni. Ó, még úri család, ó, pornófilmnézés. Drágám, nézünk pornót, nem kívánlak. Azt meg. Tényleg, hogy bejön, és akkor hogy bejön a csaj. Szia, drágám, nézzünk már pornót, mert nem kívánlak. Jó, így működik, nem?
Milyen komplexusod van, köcsög? És itt mennek tönkre az emberi kapcsolatok. Mert te már tudod, hogy miért mennek tönkre a kapcsolatok, nem? És így lesznek a gyerekek félárvák, mert bizony a nők felszedik azt a 20-30 kilót, és nem tudják beadni. Félárva. Hogy lehetsz te ekkora agyibat hülye paraszt? A félárva az az a helyzet, amikor az egyik szülő meghal. Maximum csonka családban nevelkedik, de nem hinném, hogy ez miatt menne tönkre egy kibaszott kurva kapcsolat, amit te itt állítasz. Magyarán szóval a nők ne szüljenek, egy gyereket se, és akkor nem szednek föl kilókat, nem? Idióta. Nem beszél arra, hogy ha terhességnél tényleg 20 kilót hízol, vagy 30-at, akkor a bőröd is olyan ocsmányú tönkre megy, hogy soha többet nem lesz ugyanaz a feszes, szexi, csinos, vonzó bőr. Ja, te hogy nézel ki, te majom? Te milyen csontkollekcióval vagy együtt? Robin Dréka egy tiszta, full csontkollekció, geci. Hát ki a faszomról beszélünk? Na. Milyen komplexusod van, köcsög? Megnéztem egy másik videóját is, azt most nem fogjuk megnézni. Hát abban is bazzek, hogy stresszesek a nők szülés után, meg ilyenek. Ki a faszom ez? Ránk nem, hogy én ránk sózza ezt a kurva update szarságokat, ami kibaszottú kurvára egészségtelen. Dolgozzál le, bazd meg 12 órát, azt egyéb más, bazd meg. Mi az, hogy update? Kibírnád update-tel egy 12 órás hosszú műszakot, köcsög? Ki a fasznak képzeled magad? Ki a faszomat érdekel, hogy te mit gondolsz, bazd meg? Legalább ne országvilág előtt így botrány csináljál magadból, bazd meg? Te maga vagy a botrány, köcsög. Fú, ki ez, bazd meg? Rendes kirédzseltem, geci. Úgyhogy, kedves nők, a férfiak miatt, és a boldog szerelem és a szexualitás miatt muszáj, hogy megtartsátok a lánykori súlyot. Jaj, még kötelezés, hogy muszáj megtartani azt a súlyt, nem? Mekkora fasz vagy te, bazd meg? Még jó, hogy nem parancsba adott ki, köcsög. Hát basszájba. Ki a faszom vagy te? Na. Gyerekek, én kiégtem ezen a csávon. Családban állt content, de most, ez most nem az. Ez a videó nem az. Hú, bazd meg. Nem tudom, ki ez. Ki ez a pali? Pali madár. Idióta, elmebeteg, hülye. Fasz. Na jó, ennyi lett volna az én kis videóm. Ha tetszett. Lájkolj, és ne felejts el feliratkozni. Én Vidéki Srác voltam, következő videóban találkozunk.